Így telik egy átlagosnak nem mondható matematika óra a Munkácsi Mihály Általános Iskolában. Az elsősök miközben számolni tanulnak, színeznek és énekelnek. Ez is része a kompetencia alapú oktatásnak. Nevelési programja miatt sokan ebbe az intézménybe iratnák tanköteles korú gyermeküket, ám az iskola fogadóképessége véges. Ráadásul az intézmény vezetése szerint hatékonyabb, ha kis létszámú csoportban tanulnak a diákok. Sokkal több idő jut egy gyerekre, de azon túl nyilván a tantermeknek a fizikai korlátait is figyelembe kell vegyük, hogyan férnek el a padok, az egyfőre jutó négyzetméternek természetesen meg kell lenni, és hát természetesen azok a modern pedagógiai eszközök, módszerek, amivel dolgoznak a kollégáink, amik csoportbontásra, egyéni feladatra koncentrálnak, természetesen fontos, hogy a tanterem mobilis legyen. Április 2-án és 3-án lesz az óvodai és az általános iskolai beiratkozás Székesfehérváron. Az óvodák azokat a gyerekeket fogadják, akik ez év augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Iskolát pedig azoknak kell választaniuk, akik 2006. május 31-e előtt születtek. Jegyzői nyilvántartás van a tankötelezett gyermekekről, úgyhogy mindenképpen aki 2006. május 31-e előtt született, az tanköteles, ezért a szülőnek kötelessége, törvény szerinti kötelessége a beiratás. Úgyhogy be kell, hogy írassa a gyermeket, különben felszólítást kap. A beiratkozáshoz feltétlenül szükséges a gyermek lakcímkártyája és születési anyakönyvi kivonata, de nem maradhat otthon a gyermek egészségét, fejlettségét bizonyító orvosi igazolás, valamint az iskolai érettséget bizonyító óvodai szakvélemény sem.